Köszöntöm Önöket a Szignatúrában, a Keszthelyi Televízió heti kulturális magazinjában. A Balaton Színház Simándi termében vagyunk, ahol a helyi születésű Eszes István fotóiból nyílt meg ez a kiállítás. Ezen kívül ukulelézik nekünk Bardóczel Csaba, benézünk a Csengei Dénes emlékestre, a Rezi Szent Lukács művésztelepre, végül pedig a Zente Ferenc Színház vendégjátékára. Induljon hát az a heti kultúrbarangolás! A Balaton a természet szépségének erejéről győződhetnek meg azok, akik ellátogatnak Eszes István Álmaim tava című kiállítására ide a Balaton Színházba. Képeinek mindegyike arról tanúskodik, készítőjük nem csak kattintott a géppel, hanem rajong is a természetért, a vízért, a magyar tengerért és a vitorlázásért. Eszes István nem főállású fotós, hobbija a fényképezés. Digitális géppel örökíti meg a tájat. Bevallása szerint nem csak profi megoldásokat használ, hanem például mobiltelefont is. Nekem mindenfajta fényképezőgépen volt. Indult valamikor egy pajtás géppel, aztán Zorki, LED, és így mentünk tovább. Igazából én kb. Amióta bejöttek a digitális gépek, én átértem a digitális fényképezésre. Jelenleg különböző Nikon fényképezőgépeket használok, de hogy említette a telefont, itt kiállított nagyon sok képen, mert szintén telefonnal csináltam, mert azóta zsebemben nem volt ott a nagy Nikon gép, nem tudtam előrántani. A közgazdász tanár 1951-ben született Keszthelyen. A Balaton mellett nőtt fel. Kiskorától lejárt a helyi vitorlásklubba, ez meghatározó élmény lett számára. Létezett egy úgynevezett jachtklub. Volt egy öreg csónakos bácsi, néhai Ketyi bácsi, lehet őket hallgatják a műsorotán, emlékeznek rá. Ilyen piás idős bácsi volt, az volt a gondnokod. Hát az engedte meg először ott a csónakokat, kimerjem a vizet, kimertem a vizet, és így kezdtem a vitorlázással ismerkedni. De aztán elkerültem Panalmári Bencés gimnáziumba, ez aztán vége volt a Balatonnak, utána katonaság, egyetem. Az ember egyetem után meg elkezd ugye, dolgozni. 15 éven át hazai és külföldi számítástechnikai cégeknél, később a közgazdasági felsőoktatásban dolgozott. A marketing és az internet üzleti alkalmazása az érdeklődési területe. Eszes István egyházi gimnáziumba járt, az akkoriban kötelező világnézetünk alapjai tárgy helyett fotózást tanult, innen ered ez a hobbi. 4 évig tanultunk fényképezést, és nekem azért hobbiként megmaradt, akkor a közgázra kerültem, ott is fényképeztem. Igazság szerint, amikor befejeztem a közgazdasági egyetemet, én ott a tervmatematikus szakon végeztem, én fotós akartam lenni. Akkor itthon édesanyámnak elmondtam, hogy én fényképezni szeretnék, elhűlt, és mondta, hogy édesfiam, egy művész, az majd a halála után lesz híres, de legyél inkább közgazdász. Aztán közgazdász lettem, informatikai cégeknél dolgoztam jó 20 évig, utána pedig a felsőoktatásban dolgoztam. Az elmúlt években 8 könyve, valamint közel 100 publikációja jelent meg. Az íróasztal mellett és a természetben töltött idő egyensúlyát precízen megtalálja, erről tanúskodnak a kiváló felvételek is. Ezekből csak egy ízelítő fér el a Színház Simándi termében. Kb. 70-80 ezer felvételem van a gépeimben, tehát a számítógépeimben, ami digitális felvétel, meg hát a csomóban negatív, meg diák, amiket sajnos nagyon sajnálom, hogy szinte elvesztek, mert ugye nagyon nehéz ezeket előszedni, digitalizálni. Én azok közül válogattam ki azokat, amik nekem tetszenek. Itt majd, ha megnézzük a kiállítást, és épp ezért nagyon különböző zsánerű képek vannak. Itt van vad
viharos szélbe készült vitorlásporttól kezdve egy, nem tudom, egy Balaton menti temető, vagy egy szép tihanyi táj, amit szépnek érzek. Tehát nem is tudom ezt, inkább emocionálisan közelítem meg, nem pedig az értelemmel. Eszes Istvánnak ez a harmadik kiállítása. Úgy gondolja, még sok képe érdemes arra, hogy kinyomtassa és bemutassa őket. Fotói között nem csak a Balaton és a vitorlázás található meg, mint téma. Amikor egyetemista koromban újságoknál dolgoztam, akkor riportokat, embereket, portrékat fotóztam. Egy időben dolgoztam magyar, meg külföldi képügynökségeknek, akkor főképp ilyen turizmusra kapcsolatos fotókat csináltam. De valahogy utána eljutottam odáig, hogy engem a táj érdekel, a szép táj, az legyen a Balaton felvidék, a hegyek. Tehát ma már inkább itt érzem jól magam. Eszes István fotó kiállítása november végéig tekinthető meg a Balaton Színházban. Jimi Hendrix, Neil Armstrong, Elvis Presley, LP vagy Dwayne Johnson. Egy közös biztosan van bennük, mindannyian tudnak ukulelén játszani. A hawaii zene egyik szimbólumával Bardóc El Csaba dalköltő is az elmúlt időszakban kezdett barátkozni. Olyannyira megtetszett neki, hogy már egy lemeznyi dalt is írt erre a hangszerre. Ukulele durva fordításban ugróból hát jelent, a hangszer tulajdonképpen a gitár kicsi, négy húros változata. Bardóc El Csabát korábban ennek nagy testvérével lehetett látni, hallani kezd helyen, most azonban egyre gyakrabban társa ez a kis hangszer is. Teljesen váratlanul jött, mert ugyan gitározom már jó pár éve, de valamelyik, szerintem tavaly nyáron, nyár végén a Sétáló utcán mentem, Keszthelyen, és szemembe akadt egy gyönyörű kis türkiz szoprán ukulele, és azt súgta egy hang, hogy Csabi, ezt meg kell venned. És bár megnéztem egy-két másik hangszert is ott, valahogy az első gondolat, érzés volt az igazi, úgyhogy megvettem a kis türkiz ukulelét, mint látjátok, ez nem az. És akkor hazamentem, útközben mondva, hogy magamban, hogy Csabi, miért vettél ukulelét? Nem is játszol ezen a hangszeren. Nem kellett azonban sok idő, hogy rájöjjön, a gitártudás előny, így könnyebben megtanult ukulelézni, sőt egy héten belül már 3 dalt írt a kis hangszerre. Ezt követően egy tenor verziót rendelt, mely kissé nagyobb, így játszani is kényelmesebb rajta. Ennek köszönhetően már egy lemeznyi melódia született meg. Alapvetően a hangját tekintve egy elég vidám hangszínű hangszer, és valamiért, ez nem döntés kérdése volt nálam. Valamiért a dalok szomorú dalok lettek, tehát nem depressziósak, de alapvetően inkább melankolikusak, szerelmes dalok, vágyakozó dalok. Tehát a hangszer maga ugye egy vidám hangszer szerintem, de a daloknak a nagy része nem annyira vidám. De a dalok szomorú, én nem vagyok szomorú, csak a dalok azok. You should be wearing something else, for tonight you are leaving. I should be writing something else, for tomorrow's the night. I should be writing something else, for tomorrow believing that. A számok mind angol nyelvűek, bár nem volt tudatos, hogy így alakult. Csabánál ugyanis, ahogy jön az ihlet, úgy már jegyzi is le a gondolatokat, dallamokat. Úgy fogalmazott, engedi, hogy egy mű magától íródjon, ha elkapja a pillanat. Szóval ez a dal az első vagy a második dal volt, amit megírtam. És arról szól, hogy az ember szeretné tudni, mi van a volt szerelmével, és ott ül a gép előtt, írjak neki, vagy ne írjak neki?
vagy örülni fog, ha írok, vagy nem örül neki, és ezen úgymond vívódik, hogy most akkor inkább mi a jobb, ha nem írok neki, de az erős, az érzés erős, hogy írjak neki. Az eszem próbálja lenyomni a szívemet, hogy ne, Csabi, ne, inkább ne, hagyjad, és miért írnál neki? És erről szól az a dal, igen. Tonight I will try not to write to you again. I will instead reread the lines you sent when you were head over heels. Csabát és vidám játékos, olykor melankólikus szerzeményeit nagyon sok helyen ismerik, ám ukulelés énje többeknek okozott meglepetést. Még nem sokan tudják, hogy játszom ukulelén, tehát még a barátaim közül sem mindenki tudja. Nyilván a közeli barátaim tudják, de nem mindenki tudja, hogy játszom ezen a pici cuki hangszeren is most már. Nem csak olyan számok kapnak helyet az albumon, melyeknek szövege van, instrumentális darabok is meghallgathatók. Csaba folyamatosan alkot, érkezik az ihlet és születnek az új melódiák. Akár gitáron, akár ukulelén, keszthelyen vagy tiszakécskén, szinte bárhol hallhatjuk őt. Csengei Dénesre emlékeztek a Balaton Színházban. A Magyar Demokrata Fórum egyik alapítójaként is apostrofált író és politikus életének utolsó éveit Keszthelyen töltötte. Egy általa írt monodráma előadásával életművét és szellemiségét idézték fel. Ha meghallja valaki, vajon tudhatja, hogy saját édes gyermekét vagy halálos ellenségét temetik, ha a koporsón ez áll, Magyarország. Csengei Dénes a Tejút lovasa című monodrámáját Bajor János kiváló előadásában láthatta a közönség. Fura módon a darab színre kerülése a Covid járványnak köszönhető. Nehéz. Azért kezdtünk bele, mert ugye a Vasvári Színjátékos Egyesületnek vagyok a tagja, és előtte csináltunk ilyen nagyobb darabokat, mint a Caligula helytartója, meg komédiákat, és jött a Covid. És akkor mit találjunk ki? Én visszaköltöztem Pestre, előtte ott az Őrségben laktam, és hát valamit csinálni kéne, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat. És kitaláltuk, legyen monodráma, amit lehet ugye távolról is tanulni. A Tejút lovasa 30 esztendővel Csengei Dénes tragikusan korai halála után került elő. A darabot Gergye Rezső, Besenyei György díjas népművelő rendezte. Ezt a Janinak kell megcsinálni, ez a Janinak kell megcsinálni ezt a darabot, tehát egyből láttam ezt. És akkor elkezdtük keresni a darab másik felét. Eljutottunk hosszú-hosszú folyamat révén, több hónapos folyamat révén a családhoz, és a családdal megbeszélve, ők odaadták a kéziratot, és elkezdtünk dolgozni ezen. Hiszen tudom én, hogy Bécsben gyújtották meg azt a kanócot, ami a reménységeink várát a levegőbe repítette. Kezdettől fogva aláaknázott épület volt az. Nem lehetett, nem lehet, és nem is lesz addig másképp, amíg egy idegen hatalom feje viseli a magyar koronát. Folyamatni az irgalmas fenséghez, amikor itt állomásozik kinevezett fővezére, hogy engem ő vizze, amikor tele az ország idegen katonákkal, akik az ő parancsait lesik, nem az enyémet. Csengei Dénes művének színrevitele hosszú időt vett igénybe. Bajor János úgy emlékszik, fél évig igazából nem sok minden történt, csak ismerkedtek a darabbal. Kitűztünk egy dátumot, hogy mikor lesz a premier, és akkor gyakorlatilag 5 hét végén csináltuk meg, hogy szombaton 10 oldal végigpróbálni, következő, és akkor kb. 40 oldal lesz. És nagyon érdekes volt. Én élvezem, hogy egyedül vagyok, de a lényeg ennek az, hogy pont az a jó benne, hogy nem profi színész csinálja. Szerintem profi színésznek
nehezebb lenne, más lenne a közönségnek. Bajor János ugyan nem tartja magát profi színésznek, ám az előadást nézve ennek inkább az ellenkezője mondható el az alakításról. Gergye Rezső rendező nagyon sok esetben távolról adta az instrukciókat. Az intenzív heti egyszeri, kétszeri, háromszori online próbák, amikor ő otthon, én meg 200 kilométerre arrébb, ott néztük egymást és mondtam az instrukciókat és újra próbáltuk. Fontos volt ez, mert egy új tanulási folyamat volt az egész. Tehát ilyen még nem tapasztaltunk, tehát a Covid nélkül ez nem csináltuk volna ezt a fajtát. A darab meg lett volna a Covid nélkül is, tehát nyilván. És hát az a pont is elkövetkezett, amikor találkozni kellett. Tehát, hogy na azért az két embernek könnyebb, vagy háromnak, mint egy csapatnak, tíz főnek. Mielőtt az első látszólagos rohamot megindította volna a török, mielőtt az első janicsár megpróbálta volna meghágni a falakat, a német katonák az utolsó szabadon maradt kapun keresztül fejvesztetten elmenekültek. A sátrok kigyulladtak, a bástyák felroppantak, a tornyok derékban megroppanva elomoltak, és nem volt többé! Nincs többé várom a magyar reménységnek! A monodráma nehéz műfaj, mivel a színésznek egyedül kell a figyelmet fenntartania, és hibátlanul kell tudnia a szöveget. A díszlet is kevés, sok esetben jelképekkel kell helyettesíteni különféle elemeket. Ezt Bajor János kiválóan megoldja. Dörög az ég, megjelenik az Isten, és ott áll az emberrel szemben, és ugye ez nem jelenik meg, vagy éppen körülöttem van egy égi hadsereg, vagy felsorakoznak a katonák, és iszonyatos tekintetek vesznek körbe. Ezt mind el kell játszani, ez benne a nehézség. A Keszthelyen előadott műsora a 34. alkalom. A rendező elmondása szerint egy folyamatot indított el a darab színrevitele, mivel már több monodrámán is gondolkodnak. Csengei Dénes családjával kiváló kapcsolatot ápolnak, a Tejút lovasa előadásának jogát kizárólagos joggal kapta meg a Vasvári Játékszín Egyesület. Nézzétek és gyönyörködjetek! De is nem bírom már tovább nézni. Az én szívedben több sírkeresztek nincsen már helye. Az én szívedben több sírkeresztek nincsen már helye! A falu hangulata, a rezivár és a természet szépségei is megihlették az alkotókat a Szent Lukács művésztelepen. Négy nemzetből 11-en töltöttek el egy hetet a községben. Munkájuk eredményét záró kiállításon mutatták be. A vászon mellett a fa erezetében és a fényképeken öltöttek testet a művészi benyomások. Rezit a Keszthelyi hegység erdei és a környező hegyek, dombok, szőlővel telepített lankái ölelik körbe. A természeti kincsek mellé jelentős az épített örökség. A falu hangulata évről évre sok művészt ihlet meg. Reziben nagyon sok olyan látnivaló van, ami inspirálja a festőket, inspirálhatja is, meg nyilván látszik is a képeken, hogy mindenkit megragadott valamilyen szép dolog látottak alapján a hét során, és akkor erről festettek ők képeket. Rezi védőszentje Szent Lukács, aki egyben a festők oltalmazója is, így adott volt, hogy az ő nevét viselje a művésztelep. Ünnepnapja október 18-a. Bár orvos volt, mégis sok helyen ecsettel a kezében ábrázolják. Az evangélistának tulajdonítanak több Mária ábrázolást is. A festők és más művészeti ágak képviselőinek céheit sok helyen Lukács céhként is emlegették a középkorban. 90-es évekre visszatehető, amikor az első nemzetközi művésztelepet itt Reziben megcsinálták. Utána volt egy kis szünet, és aztán a 2010-es években kezdtük el ezt újra feléleszteni. Először mint csak kisebb körbe, és akkor már a mai cégnek kiszélesedett, hogy most már más országokba is érkeznek hozzánk a festőművészek, alkotóművészek. Szent Lukács művésztelepnek 11 résztvevője volt. A szervezők nem szorították korlátok közé őket, szabadon választhatták meg technikájukat, témájukat, lényeg, hogy Rezihez kapcsolódjon az alkotás.
Illés Major Juliannát a rezitály szépsége mellett két macska ihlette meg, akiknek történetét a festmény mellett egy mesével is leírta. Kezdetektől fogva, az első évtől fogva részese vagyok ennek a remek művésztelepnek, amit végül is Tafota Istvánné Gabriella lelkesedése hozott létre és tart össze. Ezen kívül az a biztos festői baráti társaság, mert most már mondhatjuk így, hogy baráti társaság vagyunk, akik mindenfajta különkívánság nélkül jönnek a meghívásra, alkotnak, próbálják a legtöbbet kihozni magukból, hogy rezi település számára igazi értéket hagyjanak. A művésztelep különlegessége családiasságában van. A kis létszám ellenére is négy nemzet alkotói gyűltek össze az egy hétre. Pozitív emberek, meleg légkör, felüdülés, ilyen jelzőkkel és tapasztalatokkal zárták a telepet a résztvevők. A szervezők szerint nagyon jó, minőségi munkák születtek. A piktorokat megihlették a falu jellegzetes utcái, a vár és természetesen a Szőlőhegy. Az első napot azzal kezdtük, hogy elmentünk föl, bejártuk a falut, kimentünk a Szőlőhegyre, és ez már akkor szerintem kellemes benyomást tett mindenkire, és ezek a képek köszönnek vissza egyébként azokon az alkotásokról, amiket elkészítettek. Rezi táj szépsége itt a kirándulás kapcsán, ez mindenképpen a települést az ember szívébe lopja, de ezen kívül nagyon barátságosak az emberek, érdeklődőek, úgy érezzük, hogy tisztelettel tekintenek erre a művésztelepre és az alkotókra, előzékenyek. A település vezető polgármester úr is annyira rugalmasan igyekezett meg jó indulattal fordulni felénk, hogy biztosan mindenki jól érezze magát, pozitív élményekkel térjen haza, és ez így együtt a természeti szépség, az emberek hozzáállása, a vezetők hozzáállása, és hát nem győzöm hangsúlyozni Gabriella energiája, munkabírása, amit azt hiszem életben tartja. A Szent Lukács művésztelep nagy szolgálatot tesz a községnek, hiszen ha egy településen alkotócsoport működik, akkor az értékek a művészek perspektíváiból is testet öltenek. Ugyanakkor a nemzetközi csapat jó hírét is viszi a kicsi, de annál erősebb közösséggel rendelkező falunak. A nagy sikerű Jövőre veled ugyanitt című vígjáték folytatását a Még egyszer veled ugyanittet hozta el Keszthelyre a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Vándor Éva és Harmat Imre színművészeket nagyon izgalmas és pikáns helyzetbe hozza Bernard Szlét történetének második része, hiszen a magánéletükben 33 éve házasok, a színpadon ugyanakkor egy régóta fenntartott, világtól elrejtett szeretői viszony titkait tárják elénk. Ez egy olyan vég. Ezt elég hetente csak kétszer meglocsol, és folyamatosan virágzik. Én halála után hűségesen kegyelből folyamatosan locsoltam azt a virágot, hetente kétszer. Még észre vettem valamit. Mit? Műanyagból. Bernard Szléd Jövőre veled ugyanitt című darabja nagyon nagy siker lett szerte a világban. Olyan nagy siker, hogy a 80-as évek vége felé megírta a folytatását, a Jövőre veled ugyanitt kettőt, amit a színészpár Még egyszer veled ugyanitt címmel játszanak. Nagyon-nagyon sok szituációban lehet nevetni az előadáson, mert hát valljuk be őszintén, néha mi is olyan az emberek, mi nevetségesek vagyunk, csak a saját szemünkben nem látjuk, mások látnak minket nevetségesnek, tehát pontosan ezeket a szituációkat nagyítjuk mi fel a színpadon egy-egy pillanatra, és akkor ott tényleg adódnak nagyon, nagyon vígjáték és nagyon mulatságos helyzetek.
Az első részben megismert és szeretőkké vált főhősök tértek itt vissza, akik ugyanúgy, mint az első részben, évente egyszer, egy hétvégén találkoznak Amerikában, ugyanabban a hotelszobában. George és Doris megformálásába saját magukat is belevitték a színészek. Hát Doris, hát nyilván minden szerep olyan, amilyen én alakítom, mert legalábbis én azt szeretem, ha nagyon-nagyon közös pontjaink vannak. A saját életemből is persze, akkor hozzá tudok még jobban tenni érzelmeket, emlékeket, gondolatokat, és én mindig azt szeretem, hogy szerep az belőlem szól, belőlem szólal meg. Mert akkor vagyok önazonos velem, mert különben bárki más csinálhatná. Szóval ezek nem egy ilyen egyen dologok. Úgyhogy én remélem, hogy a Doris olyan, mint én. Akkor már beletörődtem, hogy a férjem állandóan elfelejti az évfordulókat, hogy a szeretőm is ezt tegye, az már túlzás. Természetesen ragaszkodik ezekhez a hétvégékhez. A családját is azért ellátja, és hát az egy külön élet, az egy másik élet. Ettől függetlenül mindenfélébe belevág, nem tudom, könyvet ír most például, és hatalmas sikere lesz a könyvének is. Szóval mindenféle történik vele, mert mi nem, a színpadon nem mutatjuk meg, hogy évente találkozunk, csak mit tudom, a színpadon 2 év múlva látjuk őket, vagy 5 év múlva, tehát így idő múlás van benne, és közben mindig történik valami, de nem akarok titkokat elárulni, vannak benne szomorú részek is. A dialógusok apró stand-upokkal vannak megszakítva, amin rengeteget lehet nevetni, vagy éppen elszomorodni. A darab libikókaként játszik az ember érzéseivel, amit nagyon természetesen, műviség nélkül tesz. Nagyon vicces karakterek, meg a helyzetek, meg amiről mesélnek, stand-upolnak itt, de közben olyan részek is vannak, amikor pedig hát előszedik a zsebkendőt a nézők. Tehát nagyon szép, katartikus helyzetek vannak. Játszottuk már olyan helyen is, ahol egész közel volt a közönség, tehát ilyen méteren belül volt egy kis színpadon, ott ültek benne a térben a nézők. A darab 2 szereplős és 2 felvonásos. A főszereplők, Vándor Éva és Harmat Imre 35 éve házasok, ami meg is látszik abban a természetességben, ahogy együtt játszanak a színpadon. Nagyon érdekes, jártunk már úgy, hogy, és nem egyszer, többször, ismerős nézte a nézőtére, és utána mondta, hogy képzeljétek el, előttem ült egy pár, és a hölgy odasúgta a férjének, hogy te, ezek között biztos van valami. Tehát ezek összejöttek itt a próbafolyamon. Nem tudták, hogy férj és feleség. Ez máshogy nem lehet így. Nem, ezek biztos ezek között van. A színészpár szinte évente jön el Keszthelyre egy-egy előadás keretében. Kiemelten szeretik Keszthelyt és a környék hangulatát, kifejezetten az őszét. Nem voltak turisták, vagy senki. Ez a vörös falevelek, és lesétáltunk a Balatonpartra, és akkor ott mentek a kacsák, a hattyúk, és az egésznek olyan nyugodtsága volt, olyan harmonikus az egész város. Én rendkívül élveztem idáig mindig az itt létet. A Még egyszer veled ugyanitt című darabot 2 este is nagy sikerrel játszották a Balaton Színházban. Ó, hát miért jött elég? Hát megmondtam, hogy többek nézek ki a koronát, mégis még csak 45 vagyok. 56, de kicsire nem vagyok. Most pedig nézzünk néhány kulturális csemegét a következő napokból. November 17-én pénteken este 6 órakor a Vonyarcvashegyi Művelődési Házban nyílik meg Horváth Csongor Gergő képzőművész Voyagers Utazók című festészeti kiállítása. 18-án szombaton este 6 órától a Helikon Kastély Múzeum nagybál termében Mesterművek 4 kézre címmel Bizják Dóra és Zentai Károly adnak zongora hangversenyt, melyre a belépés díjtalan. 23-án csütörtökön délután 2 órakor a Balaton Színházban a Jókai Mór elbeszélése alapján született családi műzikelt a Nagyenyedi 2 fűzfát mutatja be a Komáromi Magyarok Dalszínház. Kultúrbarangolásunk már ugyan véget ért, de a tvkeszthely.hu weboldalon, valamint YouTube csatornánkon visszanézhetik műsorainkat, és megtalálnak minket a Facebookon is. Ne felejtsék szignatúra csütörtökönként itt a Keszthelyi Televízióban. A jövő heti viszontlátásra!